bocsánat, hogy ilyenkor alkalmatlankodunk, de Adorján direktor úr azt mondta, ő az én ajándékom. Őt csak akkor néz meg, ha a többi pár kibontottak. Jó, akkor most nem is köszönöm. Majd a végén. Polgár Gizi az ünnepelt színésznő egy színdarabot kap karácsonyra a színigazgatótól. A darab egy 14 éves kisfiúról, Janikáról szól, a színésznő azonban először hallani sem akar róla. Hosszas győzködés árán megtetszik neki a darab, és éppen Janika szerepét próbálja, amikor hazaérkezik a 15 éve Amerikába emigrált férje, és a kisfiúban nem a feleségét, hanem saját fiát véli felismerni. Ami az érdekesség ennek a szerepnek, hogy hogyan fejlődik ez a személyiség, hogyan fejlődik a nő, hogy hogyan használja ugye a színészi kvalitását ahhoz, hogy visszaszerezze a férjét, aki több mint 10 évvel ezelőtt elhagyta, hogy ez alatt a furcsa játék alatt, hogy tud a gyerek bőrébe bújva elmondani a véleményét, hogy mit gondol erről, illetve rádöbben arra, hogy ő miket hibázott ebben a kapcsolatban. A színésznő úgy dönt, eljátsza Janika szerepét, így próbálva visszaszerezni a férjét. A darab többi szereplőjét fokozatosan avatja be a játékba, számos helyzetkomikumot teremtve ezzel. A történetet bonyolítja a férj új amerikai menyasszonya is. A nézők az első perctől fogva be vannak avatva a játékba, a férj azonban csak a végén jön rá a turpisságra. A Pannonvár Színház színészei már hazajárnak Keszthelyre, számos alkalommal nevettették meg ugyanis a Balaton Színház közönségét. Fantasztikus közönség van Keszthelyen, és ugye meg is akarunk felelni, éppen azért, mert nagyon hálás közönség, és remélhetőleg nem csalódtak még bennünk, mi még soha nem csalódtunk bennük. Egyébként a Janikának egyelőre osztatlan sikere van. A darab végére, ahogy az már lenni szokott, természetesen tisztázódik a helyzet, és mindenki visszakerül a saját szerepébe. Az egykori házaspár újra egymásra talál, az amerikai menyasszony pedig visszatér a tengeren túlra. A Pannonvár Színház vígjátékát bérleten kívüli előadásként láthatta a keszthelyi közönség. Az idei évben kiemelkedően sok ilyen programot szervezett a Balaton Színház azzal a céllal, hogy azoknak is kínáljon kikapcsolódást, akik nem váltottak bérletet az idei évadra. Tényleg nagy boldogság az, hogy majdnem minden bérleten kívüli előadásunk teltházas. Az oka pedig nagyon egyszerű. A két felnőtt bérletünk 100%-osan el lett adva már októberben, és úgy gondoltuk, hogy ne maradjanak a kedves látogatóink színház előadás nélkül, és ezért több bérleten kívüli előadást hozunk. Aminek még nagyon örülök, hogy ezek nagyon változatosak ezek az előadások, hiszen van benne vígjáték, van benne operett, már két operett előadásunk volt, lesz még, lesz bűvéssó, lesz kabaré előadásunk, lesz egy nagyszerű néptánc együttesünk, a Virski néptánc együttes, úgyhogy én úgy gondolom, hogy annyira széles a választékunk, hogy remélem, hogy a közönségünk is értékeli. A Janika című darab is közel telt házzal futott. A soron következő Elvis Oltár Miami című előadásra, illetve a Duma Színházra pedig már el is keltek a jegyek.